Üdv mindenkinek! Az a helyzet, hogy vérnél letoltam egy-két kört, amíg realizáltam, hogy nincsen indítva a felvétel, igazából semmi nem történt. Egyiptomiak ott dekkolnak, és úgy gondoltam, hogy elindítom az orgyilkost Anatóliába. Kicsit rendet rakni. Hát hogy is miért kezdtük el hirtelen lázongani az emberek, itt körökig rend volt. Na mindig ők tudják. Who shall die this day? Guarding the admiral, protecting the troops. Aye aye, captain! Move the queen, sir! Hát ez fantasztikus. Ott is makedónak vannak, hát ez gyönyörű. Mi a fenének hagynám én el a régiót? Szerintem legyőzöm őket a francba. Elhagyni a régiót, azt biztosan. Hülye. Exterminate Populace, na. Sajnálom, ilyenkor ezt kell csinálni. Nem szoktam ugye erre menni, ahogy a lázadásokat így lehet hosszabb távon megszüntet. Igaz, hogy marhára lecsükken a lakosság, de... legalább rohadt nagy rend lesz. Úgyhogy sajnálom. De így legalább a bizánciak talán tanulnak belőle. Jó. Aha. Ez az a hajó szállította az orgyilkosomat, még jó, hogy nyertünk. Jó, Bizantinban nem tanulnak, na, hogy besárultak, jó. Spártában megállunk egy körre. Újra képezzük, amit lehet. Jó. Ugye, hogyha extermináljuk a lakosságot, elég csúnya dolog, de ilyenkor legalább elérhető az, hogy onnantól már értelmesen nőjenek tovább lázongás nélkül az emberek, ugye a lakosság. Egyiptom a legfejlettebb frakció, hagyjuk már. Egyiptom azt se tudja, mi történik. Szerintem. Na mindegy. Ilyen hülye egységeket, minek kapok jutalomban a szenátustól, nem kellene nekik, mert ezek teljesen használhatatlanak. Harci kutyák, meg lángoló disznók azok. Na mindegy. Ó, oh, hello. Jó. Nem támadtak volna meg, de a játék annyira ostoba, hogy mindig ide egy helyre gyűjti az embereket, nem egyszerre mozog, hanem külön-külön, és csak akkor támad, ha már mindenki ott van a környéken. Addig nem mozdul. Hát itt azért már vesztettem ember, basszus. Isten, mennyi emberük van még mindig. Hihetetlen. Tényleg itt nekem van egy flottám, amivel éppen szét tudom verni, ami itt van, nagyon jó. Akkor már azt is. Jó. És ide jövök Rodoszba, onnan átszállítok pár embert. Anatóliába. Csak megpróbálok azokkal tovább nyomulni. Jó, bizánc nem érdekel. Fellázadnak, úgy járnak, mint a... mint a többiek. Attack! Attack!
értelme ennek, amit csináltam, most komolyan. Mindegy. Akkor hogy onnan? Ja, titeket meg... Oh, basszus, pont nem tudom partra rakni. Pergamon közelében. Transzba. Mindegy, akkor... Jó lenne, ki tudnám nyírni legalább a távolnokot az orgyilkossal. Na, nézzük, mire jutunk. Megmúlt. Ja, most már nincsen rendes tábornok a seregüknek. Ami nagyon jó. Ami viszont nagyon rossz, még mindig eszhet, hogy sokan jönnek onnan. Ennyi szar hajót. Jó. Hát nem az volt a bajuk, hogy nagy volt a helyi őrség. Na mindegy, most már. Az ott most már egy elég csinos kis hadsereg. Én meg is támadok valakit. Jó. Ezt nem fogják elfoglalni az egyiptomiak. Amerikai bizáncok fellázadnak, hát most Isten. Anki, ja tényleg Ankarát kellett volna elfoglalnom, de ez... Azt mondtam, hogy felejtős. Így is megkaptam 3 hivatalt. Nagyon jó. Minden felépül, minden toborzódik. Itt is már lázadósos hangulat van. Halikarnaszhoz van. Szükség küldök egy erősítést a... Mit foglalok? Sardiszt? Sardesz? Sardeszhez? Jó. Takarodjatok onnan. Jó. Mintha mi sem történt volna. Ott van a 2 hajó, itt van. Akkor beparkolunk Pergamonba, aztán kész. Óha, hát azt hittem, hogy meg tudom kerülni, mert itt át tudok kelni, de benéztem, na mindegy. Valamit a körök óta meg akarok nézni, és nem jut eszembe, hogy mi az. Na mindegy. Építsünk mindenhol. Szokásos pörgessük végig a városokat. Mindegy. Szóval mindent megépítek, mindent is megépítek. Újra képzünk, toborzunk is. Hoppá, nem. Jó. Nincs ilyen olyan gyors gomb. Na, mindegy. Én azt mondom, hogy megvan. Jó. Kövi. Oha. Szárgyasz. Isten, mennyi emberrel jönnek, csak hogy... Ömlesztik, basszus.
Ilyenekkel retreatelek. Úgyis megtámad. Most legalább egy nagy sereggel jön, és nem 5 millió irányban mindenféle erősítésekkel az Mario. Játsszuk le. Szokásos taktikát fogom alkalmazni, semmi újat. Bevesszük magunkat a sarokba, aztán kész. Na, azt mondja, hogy hol van. Itt egy szép sarok. Tetszetős kis sarok. Na. Jó, akkor soronként. Szóval nem férnek el, jó? Na akkor, közelharci lovasság. Menjétek a leghátsó sorra. Vigyázzak, hú, basszus, nincs túl, nincs túl sok vigyázzak. Most nézem. Sőt, és most loose formation-be fogok beállni velük. Lungyásokat pakolom az első sorba. Mondjuk ide. Nem csak túl sokan sajnos. És akkor a légiósok megmennek. Egy ilyen mögéjük mondjuk. Nem tudom, hogy fogunk el férni így, majd még marinálok. Auxiliárisokat kicsit előrébb tolom. Ezek hamar meg fogják adni magukat szerintem. Egy olyan shot legyen. Jó. Vigyázzak. Itt talán jobb. Oké, okay. Na. Akkor ezekkel elkezdek előcsatározni, elvégre ezek arra tökéletesen megfelelnek. Dobálós lovasok. Talán inkább a díjászokat, hogy előcsatározok, hogy mik ezek szkínus öreg. Jó messzire el tudják dobni, basszus, ez bármelyik olimpikonnak becsületére válna. Ez biztos. Jó, mindegy, szétszedem a serőket legalább ennyire. Ennyire is kevesebbek kell megküzdenie. Nek a fő csapatnak. Istenek, harci szekerek, de utálom őket. Jó, mindegy, megmutált a főnek. Az a lényeg, és rámenekül a felsereg. Tetszik. Fölállunk egy sorba. Azokat íjászok? Ja. Oké, szerintem már igazából csak az íjászok vannak, úgyhogy ezeket lekaszálom a lovasokkal. Nem finomkodunk hülyeségekkel. Én gyorsan futnak, basszus, alig érték őket utol a lovasok. Na, azok. Splangyások. Tudom, hogy mit akarnak, tehát... Basszus, a harci szekerek ennyire jók a, izé a lovasok ellen. Hát én nem így emlékszem, basszus, 5-10 évvel ezelőttről. Ez ennyire nagyon jó lett volna. Ez elég kiábrándító. Na mindegy. Aj, ne szórakozzatok már! Csináltuk, nagyon jó. Na, hol vannak a lovasaim? Ott vannak.
ezek most kifagytak a munícióból, úgyhogy szépen átavanzsálódnak majd közel harcig lovasságára, remélem ijászok ellen azért megteszik a hasznukat. Hát nem. Nem baj. Én megpróbáltam. Komolyan ez ott távolnak? Isten, nem figyeltem. Ezt elcsesztem. Masszívan elcsesztem. Sok szaros harcszereket kicsit kezd már idegesíteni. Tök jó, hogy lándzsásokkal sütöm szétszedni, ott kb. Arra vannak. Tisztelt lándzsások ide. Beküldjük a légionáriusokat, most nincs jobb ötletem. Mert ez elég füroszi győzelem lesznek a nyerek is. Ez vagy nem maradt egyszerűen lovasságom. Semmi. Egyszerűen tele vannak szarva ilyen mindenféle rohangálós slingerekkel, meg minden hülyeséggel. Véletlenül is lehessen lelövöldözni őket. Igen, benéztem a lovasokat sajnos. Jó, neki mennek a lángyásoknak, ügyesek vagytok. Büszke vagyok rátok. Hát ez zseniális basszus. Csak annyit tudok csinálni, neki megyek a közelharci egységeik. Áh, még az se. Nagyon kifingok. Ezt mondom, elindulok utánuk és elkezdenek itt szivatni, hogy elfutunk, visszajövünk, megint elfutunk. Tudom, hogy ez az előcsatározás lényege, de egyszerűen annyira meg vagyok lőve ellenük. Nagyon zavar. Nagyon fogynak, de ez nem igazi győzelem, sajnos. Ezt érzem, hogy nem az. Jelenjenek lovasok, de hülye voltam. Nem gondoltam volna, hogy ennyire jók a lovasok, a harci szekerek a lovasok ellen. Én totál nem így emlékeztem, hogy ennyire effektív lett volna. Na mindegy, most már azt hiszem. Talán nyerünk innen. De ez nagyon nagy veszteségek árán lesz. Mint a félsereg kb. Csak így nem is menekül, csak így visszavonulgatnak. Tehát ez nem menekül, az se, ez a három. Ó, Istenem, jó van. Ez borzalmas volt. Ez a csata. Mindegy. Ilyenek is megtörténnek néha. Legyen vége, ez már rossz nézni. Ez... Hiába azt írja, hogy ez sima győzelem, de nem ez. Ezt érzem, hogy ez. Az az, hogy nincs kedvem a játszani, hogy leautomatikálom. Jó van, gyere haver! Mutasd nekem, milyen nagy fiú vagy. Nórik. Na mindegy. Na, Istenem, Brita. Legyen tűzszünet, hogy csak foglalkozok veletek. Jézusom, hol van ez a rengeteg ember? Úristen. Azt tudom, hogy hogyan vigyem át őket oda. Kellene csinálni egy-két hajót, amit csak az ilyen
fő emberek szállítására fogom használni. Nem tudom, mit tudnék csinálni. Az a videós nagy probléma. Nincs ötletem, hogy mit tudnék csinálni ennyi emberre. Halikarnaszhoz már lázadoznak. Ez nagyon sok kör lesz. Irgalmatlanul sokan vannak ott. Bizánzon, kitombolták magukat az emberek végre. És már besárgultak. Fúha. Nem maradok ott a város közelében, legalább ha megtámadják, akkor tudnak erősítést küldeni. Jó. Ezt is. Oké, basszus, mennyien lettek itt hirtelen, most nézem. Leautomatázom, ez minden rendszer szerint meg kell nyernem a csatát, úgyhogy nem pazarlom rá az időmet. Az most legyőzök két ekkora seréget, hozzak rögtön még két ugyanilyet. Tényleg nem tudom, hogy mit tudnék csinálni, hát ezek nem tudom, már megint. Most hiszem összeálltak. Két nagyobbal. Két nagy egy közepesség. Egy tudok csinálni. Kitámadok. Kicsinálom őket. Aztán visszamegyek a városba. Ez az összes, amit tudok tenni. Próbálok több viaszt berakni most. Meg egy tábornokot is. Persze. Persze. Nem tudom, hogy ez a valóságon is így volt, de itt a római hajók egyszerűen hiába tolsz oda ilyen rohadt menő három evező soros, mit tudom én miket. Hülyére vernek egyszerűen. Hülyére. Na mindegy. Egy panaszkodás elég volt. Talán. Jó. Hát emberek, nem tudom mi fog itt. Na, bizázva legalább lenyugodtak az emberek végre. Tehát nem fogom, mi fog ebből kisülni. Ezek egyiptomiak, ezek nagyon megszivatnak. Folytatjuk legközelebb. Más nem tudok mondani. Na, hello addig.